Na sziasztok, itt vagyunk ismét a Super Sim Challenge folytatásába, vagyis ebbe a kis sorozatba. Most ugye jelenleg ezt a City-t nézzük, de az jutott eszembe, az énekléshez nincs esetleg valami olyan, ami népszerűségnél esetleg? Hát nem tudom. Hogy ami az éneklést, vagy a sztárság, vagy valami kell hozzá, nem, az inkább az éneklés. De mindenhol három barátot kell szerezni, azok nem. Hát... Itt előadói karrier kell, meg legyen egy mikrofonod, igen. Hát itt sincsen. Szerintem maradunk tudás, nem? Maradunk ennél. Három különböző helyen kell majd megismerkednünk. Kulcsot kell adjunk valakinek. Egy barátunknak. És akkor igen, a éneklésbe kettes szintre léptünk. Amúgy ezt magától kezdte, amikor beléptem, de már magától énekelt. Jól csinálta. Van benne egy kis sztár hajlam. Jó, hát akkor gyere, és akkor mutatkozz el be pár embernek. Mondjuk neki. Bár lehet, hogy őt ismered. Ah, jó az a színpad. Hát, lelépett. Nem igazán akar ismerkedni. Jó, hát akkor... mással vele mondjuk. És igen, ezt gondoltam, mert őt nem ismerte. Sőt, egyébként én még nem is láttam itt. Jászmin, de neki nem is ilyen volt a haja. Hogyha az a Jászmin, de lehet nem az a Jászmin, mert van egy szoffos, az is Jászmin, úgy tudom. Jó, hát akkor szerintem gyűjtögessünk is, mert ugye kell a pénz, mert majd el kell költöznünk, és majd egy sokkal de sokkal jobb házat szeretnénk... házba szeretnénk lakni. Nem tudom, lehet, hogy őt is fel kéne kelteni, hogy... Nem tudom, hogy őt ismeri-e, de... Igazából szerintem el kéne majd mennünk egy másik helyre. Aha. Egy hógömböt talált. El kéne mennünk egy másik helyre, ahol... szintén ismerkedik, de három különböző helyre kell. Azt írta menni, hát akkor... Ugye ez nem... Ez gondolom teljesen el kell utazni. Milyen jó haja van. Hát mi másról beszélgetnének, mint a takarításról a nők? Hát persze. Őt már ismeri. Na, őre gondoltam. Őt is ismeri. Hát úgy láttam, hogy mindenkit ismer már. Cica barát! Nem is úgy néz ki, mint egy cica barát. Nancy Langrab. Nagy. Őt ismeri. Ez a menés. Jó az összeállítás, amúgy ez nekem tetszik. Hát ez nem tudom mi volt. Ez nem, semmilyen vágás nem volt, hanem kicsit bevagolt a játék. Lehet annyira nem örül az egyet, a sok egyedi tartalomnak, meg a módoknak, inkább a módoknak inkább. Na,
Ő látszik, hogy ő kutyabarát. Hát jól van. Szerintem elviszem más helyre. Ó, ez Instagram, az mindenképpen kell, ugye? Új helyen vagyunk. És utána utazás. Kapott egy fénypontot. Na nézzük hova. Hát szerintem a parkba elviszem, az a legjobb. No, milyen nap van, hogy így fel van díszítve itt? Love day vagy? Nem is tudom, milyen nap. Vagy csak ezután lesz? Csak már valahol így előre feldíszítik? Jó, míg elmegy a mosdóba, addig megkeresem a helyet, ahol tudna ismerkedni. Ó! Micsoda kis hattyú. Pedig tudom, hogy erre fele van, de olyan szép tavasszal itt ezek a kis virágok. Nézzük már, hogy itt van valami? Nincsen. Hát persze, most érkeztünk, miért is lenne? Azt nézem, hogy ez nem? Ja igen, ez ide a közös vécébe tud menni. Itt is vannak hattyúk. Szép hattyúk. Ó, még a kosárlabda pálya is kivirágzott. Nem akár, ez nem semmi. Jó. Akkor gyere ide. És akkor mindjárt nézzünk neked valakit, akivel tudnál beszélgetni, meg tudnál ismerkedni. És akár az ételüket is megkóstolni, meg úgy emlékszem, hogy az is kell, megismerjen, vagy három ételt a városban. Új ételt. A gott család. Nagyon jó pofa ezek a emberek itt, ezek a kis szobrok, élő szobrok. Aha. Igen, az van. Csak mondom, mielőtt elkezdem, nem akarom, hogy aztán feleslegesen csináljunk dolgokat. Nyilván ezeket... azt hittem egyébként a városost, ez sokkal nehezebb végrehajtani, de hát biztos lesz benne nehézség. Mindegyikben van. Nem olyan egyszerűk az érem ezek. Úgyhogy biztos. Ezért is mondtam, hogy ebből heti sorozatot csinálok, mert hát ez még így is hosszú lesz ez a sorozat. Jó, jó. Na jó, kinéztem magamat, nézegettem ezt az élő szobrot, én ezt nagyon bírom. Na végre már, hogy ide adtad a kajánkat, nem vagy valami gyors? Na nézzük csak. Aha, egy. Egy megvan. Nem tudom egyébként, hogy ez most külön helyen kell-e, avagy most egy helyen is meg tudom ezeket. Mindegy, hogy hol, csak három különböző ételt tudjak megtanulni. Na hát akkor rendeljünk valami más miatt. Szerencsére ezek nem olyan drágák. Még a mi szívünk is megengedheti magának.
Eltettem. És hol tette? Hát itt pedig nincsen. Na. De jó. Jó, ezt nem adom, mert lehet, hogy ez is kell majd valamihez. Na, még egyszer. Nagyobb még egyszer azt az ételt, mert aztán ezzel nem nagyon haladtunk előrébb. És igen, ez vagy nem? Azt hittem. De valamit kaptunk itt. Ah, megvan. Oké, szuper. Akkor ezt teljesítettük is. Jó, akkor ezt megesz, és utána... Még ezt megpróbáljuk, hát azért ez is bejön. Nem. Hát nem igazán. És nem tudom, mennyire vettétek észre, egyre szebb színek vannak a városokban is, meg egyre szebb színeket színek jelennek meg. Amúgy nem tudom, hogy az egyedi tartalom ez befolyásolja. Na jól van, menjünk akkor tovább. Ezt most már megcsinálják, úgy gondoltam. Ebben a részben. Tehát az egy nő lehet, hogy ott... Na mindegy. Csak ugyan úgy ment. Na, közben elkezdett fújni a szél. Este lesz. Na nézzük. Hát, szerintem mehetjünk, menjünk ide a fitness terembe. Ez jó hely. Sky Fitness. Ez mindig megjelenik. Na akkor nézzük, csak veled lehet. Paparazzi. Idős paparazzi. Nézzük. Igen. És akkor most már egy barátunknak kell odaadni a kulcsot majd. Hát lehet, hogy pasit majd itt kell fognunk az edzőteremben, mert hogy itt lesznek, mert nézzük, csak itt is edz egy pasi. Igen. Van egy nő, ő az edzőteremi tréner. Lehet, hogy neki is be is mutatkozhatnánk. Jaj. Az a vámpír csaj. Nagyon szép az a város, ott annyira gyönyörű. Ja, annyira várom, majd beköltözünk egy ilyen sokkal magasabb és gyönyörűbb helyre a városban. Ó, inkább ide jött zenét hallgatni. Ja, ez mind... Apadi vagy ki. Jó, hát akkor vele is beszélget, ez nekem mindegy. Na, abba hagyta, jó, azt hittem nem hagyja abba. Érdekes ez a felső rajta, olyan, mint hogyha egy, van egy szoknya, egy blúz, és egy kardigán, nem, egy mellény. Tökre úgy néz ki. Nem rossz, csak fura. Na gyere, beszélgessetek, mert így nem fogsz haladni. Karrierről kérdezheted. Sáli. Hát szerintem annyira nem örül neki, hogy itt beszélgettünk vele, mert lehet, hogy úgy van vele, hogy inkább hagyjuk meg gitározni. Főszakács, ez mi főszakács? Jó, hát ez tök jó. Hát akkor ez jó nekünk a főszakács. Jó, bókolja meg megjelenésének, mert valakinek bókolni akar. Bókoljunk neki, bár reméljük nem érti félre. Szuper, most azt nézem, hogy nincs olyan, akivel sokkal jobb viszonyban van, hogy könnyebben oda lehessen neki adni a
a kulcsot, de úgy látom, hogy nem igazán. Tehát mindenkivel felületesen ismerkedett meg. Na, milyen napod volt? Csodálhat magad a tükörbe. Jaj, már megint ezt, mindig ezt a mély boxot kell megvenni. Már egyszer megvettük neki. Csak azt, hogy jól emlékszem, akkor ott hagytuk a másik háznál. Ja, ezt elfelejtettem elhozni. Na jó, szerintem a pázom és csinál egy Instagram fotót, és akkor utána menj haza. Nem. Ista. Kellenek a fénypontok, bár nem tudom neki kell, mennyire kell. Egyelőre annyira nem lényeges. Na, még egyet. Ja nem, mert akkor meg sokáig lesz, ez nem jó, mert akkor sokáig elbibelődik egyel. Inkább menjen az, mert nagyon fáradt. Na, egész jól játszik. Milyen cuki kép. Ó. Na jó van. Akkor, na, úgy látom, hogy a kertben is lesz dolog. Elég érdekes az a lámpa, hogy ilyen zölden világít. Így átjött mindenen keresztül. Én próbálom ezt eletteni, de valamiért nem nagyon akaródzik neki. De jó van. Azt meghagyom, még jó jöhet. Ja, néztem, nincs neki állása, mert majd ugye lesz kell állásba is, majd el kell érni bizonyos jártasságot. Nem is tudom, hogy egyáltalán nem kéne elkezdeni valamit. Na, és megérkezett a Love Day nap, és már minket jelz, mi hív is randira, de nem megyünk. Most már azért sem. Ha menjél akkor vécére, most mit állsz ott? Jó, akkor gyorsan átállítjuk a másikra. Ugye, aki természetes, természetre. A botanikusra, amíg leszedjük, az is növelje, bár 5 különböző növényt kell kifejlődtetni, úgyhogy hát most eladjuk. Minden. Számlát kell befizetni. Még a végén kilakoltatnak minket. Na, ezt kitölöm, mert addig nem hagy nyugton úgyse. A szegény milyen magányosan eszik itt. Lehet, hogy neki is te mártana majd valakit. Ja. Valakit szerezni, mert tényleg olyan... Hát... Olyan magányosnak tűnik. Bár igazából szerintem a szorsója nincs lemenve.
Azt hittem, hogy kiadja az egyiket, de csak nem hagyta ki. De nem tudom, miért kellett ahhoz be abba hagyni az ételt, szóval ezt mindig így abba hagyják. Korábban ez nem volt, megették, és utána kezdtek hozzá a következőnek. Jó, akkor lehet, inkább visszaállítom, mert most ezt szeretném végrehajtani. Vagyis végrehajtatni vele. Jó, akkor hát gyere, akkor szedjük be a posztert. Malcolm. Jó, nézzük még. Oh. Jó, ott is van még itt doboz. Poszter is van, minden van. Ezt szeretem, mikor mind van minden. Nagyszerű. Ezt is begyűjtjük. És akkor kívánhat is valamit, hát ha valamibe részesül. És ha jól emlékszem, akkor úgy van a szabályzat, hogy ugye majd a kertészeti jártasságnak kell 10-esnek lennie, a szuperszimnek, a fitnessnek, tehát a kertészet, a fitness, és mi van egy harmadik, talán horgászat, hogy ezeknek kell meglennie 10-es szinten. Akkor keressünk valakivel, akivel tudsz beszélgetni, akire túl messze van. Jól van. Hát akkor mást. Jaj, ott a télapó. És tudod, akarok keresni, akinek esetleg nyugodt szívvel oda tudom adni a lakás kulcsát, akit azt mondom, hogy jöjjön be, járkáljon nyugodtan. De hát nem egyszerű. Na, gyere csak ide. Nem mindig mi rohangáljunk el. Olyan szép az a szökőkút, ezekkel a rózsákkal, nagyon kis mesi is. Ó, milyen jó farmer szoknyája van. Ó. Na, beszéljünk a lábdéről aztán. Kérdeznek, hogy együtt tudtok elógni. Ez a cica barát, ugye, akivel már találkoztunk. Nézzünk, tudunk-e neki valami ajándékot adni. Ja, de nem, mert ilyenkor rózsát kell adni. Azt más nem adunk. De milyen jó. Kék haj, piros felső, bézs színű szoknya. Hát ez nem igazán akar. Pontosabban, ami nem akar, el is ment, lelépett. Hát, köszi. Na. Nancy Lagrab, na, nagyon jó. Akkor vele beszélgessünk. Hát, ha nem megáll nekünk. Igen, igen, már fut is. Fut, fut, fut. Csak úgy mondtam, hogy amikor ezt végrehajtottuk, akkor ezt a részt abba is hagyom. Nem akarok, semmiképpen sem akarok hosszú részeket föltenni. Majd tök jó az a kép ott. Így, hogy lássam a képet is, annyira jól mutat. Ezt úgy falra el tudnám képzelni egyébként, ez tök jó lenne. Vagy lehet megcsináltatom vele, vagy valakivel. Snob! Hát, ezt gondoltuk. Hogy Snob? Ó, konfetti!
Ezt akkor hogy oda hívtak mindenkit, hogy nézzétek, mi van itt. Most akkor beszélgessünk, addig beszélgetünk, amíg ki nem adja azt az interakciót, hogy odaadhatjuk a lakásunk kulcsát neki. Ambiciózus, snob ambiciózus. Nem egy egyszerű eset, az biztos. Nem baj, próbáljunk viccelgetni. Hé, el ne menjél. Akkor csináljunk egy fotót. Nem mutatja a fotókat, bocsánat, mindig ezt összetéveztem. Jó, dicsérjenek a ruháját mindenképpen. Tegyünk rá jó benyomást. Kérdezd meg, hogy együtt lógnak. Tudtok-e lógni? Hogy lóghatnak együtt? Micsoda üzé van itt. Gyülekezet, kérem. Anyagias. Ez igen. Mondom én, ez a nő... Oké, tudok még lógni egy kicsit. Helyes, helyes. Csak addig kérünk, amíg a kulcsot odaadjuk. Csak a kulcsot szeretnénk odaadni. Mondj egy humoros történetet. Figyelj, addig kell veled beszélgetni. Még az érdeklődési körét is kérdezzük meg, hát ha ezzel jó benyomást keltünk. Hát ez tök jó. Mesélj egy lebilincselő történetet, hogy... Mit csináljunk még, hogy egy... neked ez így jó legyen? Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz a kulcsot adni. Valahogy nekem ez így mindig olyan könnyen előjött. Persze most, hogy a kihívást csinálom, nyilván nehezebben fog azért is kijönni. Jó, karizma. Hát ez... Zökkenőmentesen kérhet bocsánatot. És itt van. Oj, végre. Mi? Mit lehet vásárolni? Jó, ilyen zöldségeket. Jó van. És megvan. És ennyi. Akkor köszönöm szépen, hogy ezt a részt megnéztétek. Találkozunk a következő résznél. Sziasztok!